Én rajongója vagyok ennek a történetnek, eredetileg láttam a filmet is, és hát egészen fantasztikus, nagyon az én világom, maga a korszak, amiben játszódik, ez a 30-as, 40-es évek Amerikája, egészen közel áll hozzám. Hát ez nem csak egy csodálatos este volt, hanem egy csodálatos darab, és ami szerintem az egyik legjobb sztori benne vonal, az, hogy a nézőközönség 90%-a szerintem ilyenkor egy kicsit magára ismer. A saját magunk szeretete, az esetlenségünk, az, hogy például valamiről azt gondoljuk, hogy nagyon jól tudjuk, magunkba vagyunk képesek szerelmesedni. Tulajdonképpen egy nagyon emberi, nagyon gyönyörű történet, ugye. Egy hölgy, akiről kiderül, és hát egyébként mindenki, akinek nincs hallása és énekel, azért azt másképp hallja belőle, tehát hogy ő tényleg gyönyörűnek hallja. Nyilván semmit nem érez abból, amit a világ érez belőle, és semmit nem úgy érez, és nem úgy hallja, hogy a világ hallja őt, hiszen akkor nem énekelne, akkor nem bírna színpadra állni. Ő tényleg kristálytisztának és csodálatosnak érzi az egészet, és hát ahogy a világ kineveti, aztán elfogadja, hogy miért, azért, mert kineveti, vagy azért, mert esetleg valamilyen módon ez megérinti őket, azt nem tudjuk, de mindenképpen egy nagyon, nagyon izgalmas és nagyon szép történeten gondolom ezt az egészet. Az ének szerintem egy nagyon jó híd önmagunk megtalálása között. Szerintem ez az egyik olyan naponta jelentkező, meghatározó tevékenységünk, amit valamilyen formában csinálunk. Autóban, zuhanyzóban, fürdőszobában, baráti társaságban. Ha nem énekelünk, akkor dúdolunk, ha nem dúdolunk, akkor fütyülünk. Nagyon szerettem ezt a mai estét is. Azért szeretünk ide járni, mert intim, mert szerintem jó darabokat választotok, jó kedvel megy az ember innen haza, és szívesen jön vissza. Azt gondolom egyébként, hogy Bánsági Ildikó részéről ez egy bravúr, egy igazi, fantasztikusan nagy bravúr ezeket az áriákat előadni egyáltalán, akárhogy is, és ráadásul így, hogy közben érzed benne a csodát, érzed benne a kínlódást, hogy az a dolog megszületik benne, és hát ének technikailag ez egy nagyon nehéz feladat, nagyon-nagyon nehéz feladat. Nehéz nekem erről beszélni, mert annyi mindent tanultam én is erről a nőről, és megnéztem a francia filmet, megnéztem az amerikai filmet, tehát hogy így kutakodtunk, hogy olyan szinten elkezdtem izgulni azért, hogy ez sikerüljön, és hogy édesanyám is megtalálja benne a helyét, és azt tudni kell, hogy ő már legalább 2 hónapja énektanárhoz jár minden áldott nap. Tehát húsvét hétfőn is, ami egyébként szent és érthetetlen nálunk, és egy elképesztő módon izgultam érte. Nagyon büszke vagyok rá, hogy nem hagyta, hogy csak úgy hogy olyan felszínen maradjon ez a nő, hanem tényleg igazán foglalkozott vele, és igazán meg akarta csinálni, és én ezt végig asszisztálhattam, ahogy ez született, és mérhetetlenül büszke vagyok rá, és az egész produkcióra, hogy ez így létrejött. Nagyon, nagyon jó kedvű vagyok most, ettől már fel vagyok dobva, mert azt hiszem, hogy ezek a pillanatok igazán azok a pillanatok, amiért érdemes színházba járni, színházba csinálni. Úgyhogy itt a játék színben ez most egy nagyon nagy dobás lesz újra, hála Istennek, nem az első és nem is az utolsó.